2006-ban Szüreten járt Ferenczi Krisztina, azt próbálta már akkor is a szőlőbirtokok jelentős gyarapodása után kinyomozni, hogy vajon hogyan, miként gyarapszik az Orbán család vagyona. Aztán ezt a munkát 2006 óta sem hagyta abba, és most Felcsút környékén nyomozott nagyon-nagyon sokat. Ferenczi Krisztina vendégem, szervusz, jó estét! Szervusz, jó estét kívánok! Ahogy ma jelent meg az újabb fejezete az Orbán család vagyonosodásának, és hát falnivaló olvasmány, igazából azon lepődtem meg, hogy kerestem, hogy hol van Orbán Viktor vagyonosodása. Mészáros Lőrinc, Juhász, Tibolcz család, tehát annyi mindenki van benne, hogy ezt szándékosan úgy gondoltad, hogy kellenek ezek az emberek ahhoz, hogy megértsük, hogy miből gyarapszik az Orbán család, vagy az Orbán család barátai gyarapodnak? Kik? Ez az egész egy ilyen konglomerátum. Ezt csak puzzle-ból lehet kirakni, és ezt a puzzle-t láthatod a könyvemben, amelynek utolsó állomása Simics Kalajos, aki egy fekete lyuk ebben a történetben. Ugye ő még a 100 leggazdagabb magyar közé sem került be soha, pedig hát azért az utolsó 438 milliárdos közpénz adat azért már utalna arra, hogy ő, mint tulajdonos, azért már ott lehet a topon. De ez elnyert hát közbeszerzés, ez a 400 akár. Igen, a közgépé, és azt ugye tavaly óta tudjuk, a Népszabadság kinyomozta, hogy ő a tulajdonos Simics Kalajos. Valamilyen közbeszerzéshez be kellett adni egy papírt, hogy ki a tulajdonos. Uh-huh. Már nélkül nem lehetett elnyerni, és így derült ki, hogy Simicska. Na most ebben a pázban mondjuk a Tibolcz családnak is ma már nagyon komoly szerep jut, hiszen ő is családtag, már a házasság révén. Mészáros Lőrinc pedig ugye nem csak a polgármester, ő nem családtag. Ő egy barát? Nem, ő annál több és annál kevesebb is. Egyáltalán vagyok benne biztos, hogy a szabad idejüket együtt töltenék Orbán Viktorral. Viszont helytartóként, uradalmi gazdaként, a Puskás Akadémia és a Földek kezelőjeként működik. Hát hogy mondjam, tehát egy kézbe van adva minden. És itt ölelkezik a könyvem arról szól, hogy ölelkezik a foci és a föld és a foci. De mi köze a földnek a focihoz? Egyikből hát, is, másikból is meg lehet gazdagodni? Hát, ez a közös nevező? Az a közös nevező, hogy a stadionépítés kapcsán például most egy hotelépítést terveznek. Most már a legutolsó a felcsúti területrendezési tervben már a Lévai Anikó szántója nem szántó, hanem rekreációs terület. Tehát azt vélelmezem, hogy ott lesz a hotel, arra felé valahol, ahol Orbán Viktor ősszel megvette a szomszédházat saját maguk mellett, az Orbán papa megvette az utáni házat a 2010-es választás után, és mit ad Isten, a negyedik házat kivette meg, csak Mészáros Lőrinc. Csak nem Lévai Anikó vagy Mészáros Lőrinc. Igen. Tehát azt gondolom, az lesz a parkoló bejáró, és akkor a Lévai Anikó szántója. Miért lényeges ez? Mert gyakorlatilag leülök, és saját magammal üzletelek. Most képzeld el, hogy te itt magaddal interjút csinálsz. Itt nem én ülök, hanem te. És jól megbeszéled. Kizofrén helyzet. Igen, de ez fog történni az én vélelmezésem szerint. A Tibor családnál meg az történik, hogy nagyon jó, hogy van egy új szereplő, akinek a nevén lehet a közpénzeket elnyeretni cégen keresztül, de az már nem Orbán néven van, ahogy nagyon kevés dolog van Orbán néven. Bármi olyan jelét találtad-e annak a földek, a foci, a rekreáció, a kisvasút, az állattartás? Az nem kisvasút. Az ami nagy vasút, így igaz, vagy nem normál nyomtávú, csak rövid, 5,9. Igen. Sárom megálló. Hogy vasútépítés, szállodaépítés, akadémia, foci, szálloda, minden területe, elnyert közbeszerzések, bárhol találtad jelét annak, hogy ezekből a nagyon-nagyon nagy mennyiségű közpénzekből valamennyi visszajut az Orbán családhoz? Vagy csak úgy haszonélvezői, hogy hát pont az én földemen lesz majd egy szálloda, vagy én adom oda 50 évre a földemet a nem tudom melyik akadémiára. Az nem haszonélvezet, hogyha ő üzlettel a saját alapítványával, ahogy mondta, hogy te csinálsz magaddal egy interjút, akkor ott pénzről van szó. De azt a pénzt mi nem fogjuk megtudni. De olyan értelemben tiszta pénz lesz, hogy nem fekete, mert egy szerződés lesz mögötte. De, tehát hogy mondjuk a földemet eladom egy szálloda építkezéshez, abból én nyilván kapok pénzt. Igen, de hogyha te vagy a vevő is, akkor te szabod az árát.
Igen. Azon kívül nem kuncsorogsz a piacon, nem vársz évekig. Kékesi Dezsőről megírtam, hogy a család állandó vevője, miután rájöttem, hogy a miután Sára Zsodánnyal fölhagyott Léva Janikó, mert úgy döntöttek, hogy minden felcsúta, alcsút, bicske, csapdi, stb. Ez a környék ezt lefedik. Léva Janikónak a majdani gazdaságához, Orbán Viktornak pedig a nyugdíjas éveihez, amikor ő foci menedzser szeretne lenni. Tehát ezt a két vágyat kellett egy mátrixba összerakni, és ezt alig hiszem, hogy ők ketten rakták össze. Ez kellett a Simicska agya, hogy ez hogy... Tehát hogy épül ez a projekt, aminek... Azt én nem tudom, hogy kinek van ehhez agya. Én egy idő után az biztos, hogy elveszítem már a napi hírek olvasása közben is a szállakat, hogy ez kinek a földje, mikor szerezte, milyen céllal a szállodán, vagy a rekreációs parkon, vagy vasúton túl az állami megrendelésekből. Mert itt lehetne bármikor a kutya elásva, akár közgép esetében, akár bármilyen más haver, barát, sógor, koma közbeszerzésen nyert pályázata esetében, hogyha látnánk azt, hogy amit bárki bármikor is vélelmezett, hogy visszacsorgatnak pénzt akár pártanak, vagy magánszemélyének, az igaz-e, vagy csak-e fantázia szüleménye? Ezt most nem is értem. Ezekből a közbeszerzéseken elnyert pénzekből igen, jut vissza a pénz a mondjuk párthoz, a Tibor István, vagy az Orbán családhoz? Igen, mondjuk a Tibor István vezette cég, az közgép tulajdonba került, és utána egy pici cégből több mint 3 milliárd forintnyi közpénzes megbízást kapott. Majd a közgépet lecserélték tavaly két kis no-name cégre, akik a tulajdonosai lettek. Véletlen. A közpénz mindig megjelenik, a focinál is megjelenik a közpénz, azt csak mondja Orbán Viktor, hogy a stadion csupa magánpénzből épül. A TAO az nem a közösbe befolyt adó. Ha pontosan, persze. De attól még az a, nem a közösbe befolyt adó. Hiába magánalapítvány. Ez a magánalapítvány 2004-ben 150 ezer forinttal alapította Orbán Viktor, és ma 5 milliárd fölötti vagyonnal rendelkezik. Jóval többel. Tehát erre mondom, hogy ölelkedik folyamatosan a foci. Ez az üzlet lehetősége a foci, és például Mészáros Lőrincnél 100 millió feletti csak az uniós föltámogatás, csak arra, amit elnyert az állami földbérletpályázatot. Nem ő, még egyszer kérdezem, hanem a cége. Ezek, hogy mennek? Egyszer majd mi is kérünk öntől valamit, Bástya elvtárs, vagy hogy tedd, amikor valaki az, hogy ennyi... egymás közt, hogy rendezik, erről nincsen fogalma. Semmit. De azt azért tudom vélelmezni, és ez nem kell nagyon nagy fantázia, hogy mondjuk a Búzakalász Kft., amelyik elnyerte ezt a rengeteg állami földet, és első körben mindentől nyert el ott Alcsúton. A Mészáros Lőrinc tulajdonos a feleségé, de ma már többségi tulajdonosa a Mészáros Lőrinc, tehát ott van egy elmozdulás, ott figyelnek arra, hogy az legyen a túlsúly. Őt egy pillanat alatt onnan ki lehet pöccinteni, és bárkit a ére lehet tenni, és ezek az állami földek ugyanúgy megmaradnak a Búzakalász Kft. Bérletében. Tehát nem kell hozzá. Csereszabatos. Emlékszünk rá, amikor Bajnai Gordon látogatást tett Felcsúton, aztán Gyurcsány Ferenc, de több újságíró kolléga is arról számolt be, hogy a Felcsú táblánál nem tudják, hogy honnan értesültek arról, hogy ők közelednek a település felé, de hogy ott biztonságőr, hogy ott egyből közterület, magánterületté lett minősítve egy másodpercen belül. Te nagyon sokszor jártál Felcsúton, ilyen élményekben volt részed, hogy nem engedtek be, haza akartak küldeni, azt mondták, hogy ide nem mehetsz. Persze, hát mindjárt az elején, tehát Mészáros Lőrincszer csináltam az Átlátszónak egy nagy interjút, egy videót, és hát eredetileg fogadóórája volt az önkormányzaton, arra mentem, hogy tehetek utána nem válaszoltak semmilyen megkeresésemre, és mondom, hát megvárom, megkeresem a fogadóórán, hát onnan nem dobhatnak ki. De közben átment a saját két épülettel odébb lévő cégéhez, és valakivel tárgyalt, bejelentkeztem a titkárnőnél, mondtam, hogy itt várjuk az operatőrrel, tisztelettel, kint ülünk. Üdvözlöm, bemutatkoztam, elmondtam, ki vagyok, mi vagyok, és fél perc múlva ott volt a jár. Tehát fél perc múlva jött a bicskei rendőrség, de úgy állt meg a járőrkocsi, és úgy fékezett, mint hogyha nem tudom, gyilkosokat keresne. Mit akart a rendőrség? Hát nagyon gyorsan nyilvántartásba vettek minket, leadta az adatainkat, de én nagyon, tehát... De miért? Közúti ellenőrzés? Semmi, nem. Mondtam, hát hogy mi teljesen jogszerűen ülünk itt. Tehát az utcán ültünk a 40 fokos
Hőségben. Hőségben, a tűző napon is vártunk, és a világon semmit nem csináltunk. Én a kerítés színen ültem, és így néztem magam elé. Akkor és a rendőrök mit mondtak? Hogy miért kerít, hát, hogy csak. Akkor volt, amikor egyedül begurultam felcsútra, és meg abban a pillanatban beelőzött elém egy kis teher, ez a kis mikrobusz, és kiugrott 5-6 hétrendről, és elkezdtem röhögni már tényleg, hogy most akkor gyilkost keresnek, vagy mi van ez a túlerő. Én jövök a 17 éves rönommal, és ezzel a hihetetlen fizikumommal, ami van. És akkor mondták, hogy hát nem gyilkos, csak hogy hát a főnökeink így akarják. Ezt mondták a rendőrök? Igen, és akkor... De erre például van bizonyítékod, mondjuk rögzítetted a hangjukat, hogy a rendőrök, vagy akár képet, ja, nem, odaadtam az összes iratomat, meg minden. Meg szóval mindig. Tehát a Puskás Akadémiánál ott farkas kutyával, ostorral. Ostorral? Igen, hogy tehát ugye megfélemlítőleg, hogy a kezében van, hogy ne próbáljak oda bejönni, de mondom neki, hogy én tudom a jogaimat, én újságíró vagyok a közterületen, akkor fényképezek a közterületen állva, amikor akarok. De aztán én mindig a fizikai atrocitás előtt azért eljövök. Tehát addigra lefényképezem, mert szegények ott ülnek, az Euróvét, Kft. Így nézik a monitort a stadionnál, hogy mikor jön a kis Renault, a Krisztina, és akkor mindig fáziskésében vannak, mert mire ők meglátják, és kijönnek, addigra én már rég lefényképeztem. Aha. És akkor van baromi pipák, van egy kis pét, és akkor ki akarják verni a telefont a kezembe. Szóval ilyen hiszik, is volt, hogy ki akarták menni a telefont a kezedből? Verni a kezedből a telefont? Igen, hogy effektív az ablakon. Uh-huh. Akkor föltekertem az ablakot, és eljöttem, és próbáltam neki megmagyarázni, hogy a sajtó nem állítható le egy őrzővédő Kft-vel. Az oknyomozó sajtó. És egyáltalán ilyenkor kiderült, hogy ők mit őriznek és védenek ilyen nagyon? Hát én nem tudom, elképzelte a főnökük, hogy a stadiont fel lehet építeni titokban. Még hát innentől kezdve... Tehát, igen, de hát nem tudom, amikor 2 évesek voltak, a gyerekeim is okosabbak voltak. Szóval ezt nem képzelték. Tehát ez ilyen, hogy így betakarom az arcom, és azt mondom, hogy akkor engem nem látnak. De ugyanaz a helyzet a Búzakalász Kft-nél, miután én ott megjelentem, és lement az ottani videóriport a Mészáros Lőrinc interjú után a juhásszal, akkor 2 nap alatt körbekerítették a 12 hektárt. Tudod, mennyi 12 nagy hektár? Sok. 2 nap alatt sikerült körbekeríteni. Igen. Hát végülis ott lehet, hogy már teljes foglalkoztatottság is megvalósult a környéken. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, Krisztina. Köszönöm.